Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked, mit kell, hogy tudjál a szerelemben, mit kell, hogy tudjál a szerelemben. Elhoztam nektek az aranytarót. Ó, hát a szerelemben úgy látom tényleg, hogy itt vannak még sérülések. Ez, ez, megmond neked mindent, hogy itt vagy te nálad, vagy a lélektársadnál vannak sérülések, és azért van ez az el lehet, hogy úgy gondolja, hogy elveszítette már a, elveszítette az esélyét, de valójában nem veszítette el, mert itt a, itt a nap, a nap az mindig a beteljesülés szimbolizálja valójában, és tényleg az, hogy, hogyha ő beindulna, és nagyon szenvedélyes lenne ez a szívherceg, akkor úgy látom tényleg, hogy, hogy akkor tényleg valamit létre tudna hozni, de ez nagyon felkorbácsolta tényleg őtet, hogy ő úgy gondolja, hogy téged elveszített és bezárta -e a szívét, úgy látom, és azt is látom tényleg, hogy a, hogy a, hold játszik itt egy szerepet, igen, és azt is látom tényleg még, hogy, hogy a, a kejhek lovagja, szóval ő próbál neked visszajelzést adni, és hosszú téren lesz, és ez jó fog alakulni, de te nagyon felkorbácsoltad az életét, és úgy látom, hogy nem érte még el azt, hogy ő legyen a kelyhek királya. Hogy ő próbál neked valamit még megmutatni, meg próbálkozik így, meg úgy lehet, egy képet küld, vagy egy bókot ad neked. De nincs ez még egyensúlyban, nem igazságos, ez még nincs egyensúlyban, és el kell, hogy érje a tíz kejheket, el kell, hogy érje, akkor lesz neki esélye nálad. És ezt még itten mércikéli, hogy mit tegyen, hogy tegyen, megtegye, ne tegye, de van rá esélye. A kardok esélyezt le kell, hogy tisztázza önmagával, hogy hogy is fog ez közöttetek alakulni. És mint ahogy látod, ez elsőére készítem ezt a videót, nem baj. Az a lényeg, hogy most kettő is lesz az élő bejelentkezés. Sajnos vasárnap a kávézat szolvasással letöröltem véletlenül valamit, tévesen megnyomtam, de nem baj és akkor most megnézzük, hogy mit is gondol, de ez volt a márciusi előrejelzés, és most így megláthatod, itt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hogy mi is lesz márciusban, milyenek lesznek az energiák, mire gondol, most őre fokuszálunk, mit kell, hogy megtudjál, az érzésekről is mit kell, hogy megtudjál a szívében, és hogy hogy fog ez tovább alakulni, azt is meg kell, hogy, hogy, nézzük, hogy hogy fog ez tovább alakulni. Nézzünk bele, nézzünk bele, nézzünk bele, nézzünk bele. Belenézünk most, igen. Igen, 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 igen. Hát azt látom tényleg, azt látom itten, hogy az utolsó kártya, kártya, mint ahogy látod, ez az érmék hetese. Szóval az azt jelenti tényleg, hogy azt mondja neked ez az üzenet tényleg, hogy még neked türelemre van szükséged. És most mit gondol ez a szívherceg veled kapcsolatban? Hát ő most már tudatában van annak, hogy ennek az egésznek van, lesz eredménye, itt a világ közö, közöttetek, és azt látom tényleg, hogy a szeretők is játszanak itt egy szerepet. A szeretők, és az, hogy a kerékfordulás is játszik egy szerepet, szóval, hogy... Fordulni fog a kerék pozitív irányba, és úgy látom, hogy beindul valami kocsi. Úgy látom, és azt látom tényleg, hogy hát ő gondol arra, hogy neki van még esélye nálad. Erre gondol, de még türelmes egy kicsit, de neked is kis türelemre van szükség, de ő is még türelmes is. Most azon dolgozik tényleg, hogy feltöltse önmagában, feltöltse ezt az érzés, hogy tele legyen tényleg érzéssel, szeretettel, mert úgy látom, hogy ő még van egy ilyen belső harc önmagában, és az kell a fején, hogy létrehozza tényleg ezt a nyolc kelyheket, hogy beinduljon te felét, és akkor bejött itt tényleg az, hogy bejött az tényleg az, hogy ő meg tudja ezt magának teremteni, mágikus, ez nagyon pozitív. És a szívébe mit érez? Hát a szívébe ő a kejhek lovagja. Szóval ő magát érzi, hogy ő tud neked egy bókot tenni, megadni, de vannak ilyen rejtett félelmek neked megmutatkozni, mint, mint a kejhek királya, ettől egy kicsit úgy fél megmutatkozni, mert úgy gondolja, hogy már elvesztette lehet az esélyét irányodban. És azt látom tényleg, hogy a, a kardok nem, a botok tízes az azt jelenti, hogy ez ilyen nehezére esik, a szívébe ilyen nehézséget érez, és ezt kell önmagával letisztázni, hogy spontán legyen, hogy nyitva hagyja, spontán legyen, de még úgy látom, a szívébe egy kis hiányérzet van. Hiába gondolja ő ezt, tehát a szívébe, ott dolgok történtek, ami, ami őt nagyon megbántotta a sírelmekért. Mert én szószoros értelemben szerintem ő észrevette önmagát. Hogy fog ez tovább alakulni? Hát én úgy látom, hogy hogy fog ez tovább alakulni, én úgy látom, hogy a fjénfál, hogy az esélye, hogy letisztázza eztet, az érzéseket megadatódik, hogy megvan. És azt is látom, hogy egyensúlyba jön minden És Azt is látom, hogy, ö, ö, hogy a kardok az az, hogy nagyon fel van ütdobva, dobva, fel van korbácsolva, de nagyon tüzesen, mert ez is egy lovag, nézd a két lovag, a botok lovagi és a kardok Az azt jelenti, hogy az egyik a, a szenvedéllyel harcol, a másik vagy a szenvedélyesen jön irányotban a másik az meg, hogy nagyon felkavartan jön irányadban. De szóval a lényeg az, hogy hosszú téren van esély ezt létrehozni, és hosszú téren tényleg be van még itt szárva a szíve, és nem tudja, hogy hogy jöjjön irányodban, Itt még kell valamit tényleg, hogy letisztázzon a te szívherceget, de le is fogja, és... Um, ez az üzenet megmondja neked, hogy még itten dolgok vannak, amit neki meg kell, hogy oldjon. Remélem tetszett, megtaláltad magad, szerda, mindig szerda este van egy élő bejelentkezés. Örülök neked, és bemásolom tényleg a videó alá a magyar ajánlatokat erre a hónapra. Örülök, hogyha velem tartotok. Sziasztok, sziasztok!